Néhány különleges hely a Star Stable-ben, aminek az oka elég furcsa. Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, ami a megszokottól most sokkal másabb, ezzel teljesen más maga a videó tartalma, összeállítása a többitől, de remélem, hogy ez is elnyeri a tetszéseteket. Most egy olyan témát karoltam fel, amiről már régóta úgy éreztem, beszélnem kell erről. Nyilván, aki régóta játszik, vagy csak egy kicsit is belekóstolt a játék élményébe, annak biztosan adódott egy-egy olyan feladat, ami miatt lett kedvenc helyszíne. Legyen az maga a kezdő helyszín Moorland, vagy a Délpata félsziget megnyitása, esetleg a küldetés során olyan helyszínek, amelyeken ritkán fordulunk meg, legyen az a Darkor fúró torony például. Sokaknak a klub miatt lett kedvenc területük, ahol minden túránál összeülnek, ezért is vannak egyes helyeken elszórva piknikezési lehetőség, tehát a Star Stable különleges figyelmet fordít az ilyen alkalmakra. A lényeg, hogy ezek a helyszínek, amiket én kiválasztottam, társulnak hozzá egy olyan háttérhanguk vagy háttérzajok, amitől én úgy gondolom egy picit kísértetiesek, egy picit ijesztőek, de nyilván nem úgy kell elképzelni, mint hogyha egy horror meséből, vagy horror filmből, vagy horror játékból vágták volna ki ezeket. Egyszerűen megragad egy olyan atmoszférát, amitől az ember nem fog érezni egy teristele boldogságot, hanem egy kicsit elfogultabb ez az egész dolog, tehát nem kell igazából nagyon megijedni, csak kicsit máshogy érzi az ember magát a bőrébe. De nem is húzom tovább a szót, nézzük meg ezeket a helyszíneket. 5. Madárijesztő domb. Régebben a madárijesztő dombon volt egy verseny, amit aztán a későbbiekben kikerült a játékból. Ennek oka, ami nem hivatalos, az az volt, hogy egyes játékosoknak túlságosan is ijesztő volt, és rengeteg visszajelzés érkezett a verseny felől a játék készítők felé, hogy vegyék ki vagy módosítsák ezt a versenyt. Erre a készítők igenis felfigyeltek, és mivel arra törekednek, hogy a játék kifejezetten szórakoztató és barátságos legyen még a kicsik felé is, ezért ezt kivették, de a helyére nem raktak semmit se. Hivatalosan pedig azért is vették ki, mert Halloween szempontjából ez a verseny tökéletesen megfelelt, így csak is október végén, november eleje felé érhető el, és egy picit módosítottak is rajta, hogy biztosan a Halloween érzetet adja vissza. Persze a verseny hiánya több más verseny váltotta fel, és semmi sem maradt hiány nélkül. Ha ellátogatunk a helyszínre, már azt vetjük észre, hogy a környezet szín is szinten megváltozik, körbevesz minket valamiféle fehér kötszerűség, a háttér pedig teljesen elfeketedik. Ez bizonyára a verseny miatt is maradt ránk, vagy ha jobban is körbenézünk, a domb mellett van egy templom maradvány, ami talán magyarázza is a különleges fekete-fehér kötszerűséget. Aztán, ha még felvesszük a Star Stable háttérzaját is, szembesülünk az annak idején ismert Starshine Legacy hanggal is, ami főleg esti időszakban vagy kinti mászkálós küldetés során lehetett hallani. Negyedik. Új dombtető mocsár. Epona felfedezése maga egy kínszenvedés, mire eljutunk ahhoz a küldetéshez, hogy na most végre ezt megnyitjuk. Szinte mai napig sokan kérdezik, hogy mégis mikor jön már el ez a feladat, mert Epona területén nem csak egy ló van, amit szeretnének megvenni a játékosok. Na most én annak idején, mikor az én karakterem 14 vagy 15-ös szintű volt, már pontosan nem emlékszem, akkor én igenis kihasználtam azt a bugot, hogy átmásztam a lezárt kapun, és nekem minden embom is vágyam az a fekete lipicai volt új dombtető városában, és emiatt is mentem el, de csak is alul miatt, úgyhogy megvettem, de annyira féltem használni, mert attól féltem, hogy valaki esetleg be fog jelenteni, hogy én egy bug miatt vettem meg egy lovat, mert előnyömre szolgált. Úgyhogy végül is ott volt az a ló, aztán amikor megnyitottam Eponát, akkor szinte csak a fekete lipicait használtam, de addig tényleg nem mertem elővenni, mert nagyon féltem. Ezt csak úgy zárójelben megjegyzem. Új dombtető mellett található a tükörmocsár, ahol biztosan ti is voltatok már néhányszor, mert csak a küldetések miatt is, és ne felejtsük el a régészeti feladatokat is. Én annak idején egyszer rászántam magam, hogy valahogy haladjak a régészeti feladatokkal is, és emiatt sokszor fordultam meg a tükörmocsárban, vagy a félholt falu környékén, stb. És amíg keresgéltem a lőhelyeket, jöttem rá, hogy ez a hely szinte simán magával ragadja az ember érzelmét is. Már akkor, amikor belépünk, szinte szürke köd vesz minket körbe, és ezzel is jelezve, hogy mocsárban vagyunk, de maga a természet hangja, amit aláraktak, rátesz egy lapáttal. Ha egy szóval jellemeznem kéne a területet, csak ennyit mondanék rá, nyomasztó. És öreg az esti időkben is lehet ezt legjobban átélni. Thank you.
Harmadik Mistfall. 2017. decemberében nyitották meg Mistfall, és szinte mindenki kíváncsi volt az új területre, mert ez volt az első olyan része Örviknak, ami teljesen új textúrát kapott, és utána jöttek sorjába az újra textúrázás egyes nagyobb részeken. Sok volt a pozitív-negatív véleményezés, valaki nulla textúrának nevezi, valaki viszont teljesen meg van vele elégedve. Én személy szerint elfogadom a Mistfalli textúrát és a többi újra tervezett kinézeteket is, de abban kicsit igazat adok, hogy ezek a felújítások tényleg picit putított. Mistfall megnyitásának napján szinte alig lehetett felépni a szerverre, mert mindig tele volt és be is volt lassúva a rendszer, így inkább a késő esti órákban lehetett valamennyire körbenézve az új területen. Amikor én nagy nehezen bejutottam és sikerült valamennyire körbejárnom az új helyszínt, nekem már abban a pillanatban az egyik kedvenc helyemné vált, át is költöztettem az istállomat ide. Aztán, ahogy teltek a napok, fényderült egy olyan különlegességre, ami még mai napig tisztázatlan az oka, ez pedig nem más, mint a Mistfalli sikoly Dundulon kívül. Ez a különleges hang, vagy sikítás, vagy akármi is akar ez lenni, nem véletlen a játékban, ugyanis a játék készítői maguk hívták fel a figyelmet erre a jelenségre. Ha vetetek is Sarstable újságot, abban egy külön cikk is foglalkozik ezzel. Megtörtént már veled, hogy éjszaka lovagoltál Mistfall valamelyik erdejében? Akkor te is biztosan hallottad, hogy időnként titokzatos kiáltások járják át az erdőt. Elgondolkodtál már rajta, hogy mi ez? Állat? Ember? Vagy valami más? Mistfall külterülete eleve egy olyan háttérhangot kapott, ami teljesen különbözik minden más területtől, ezért is olyan különc minden ismertől, plusz ez a néha-néha elengedett sikoly is megdobja a rejtélyességet is, különösen este adja át. Személy szerint nem tartom emberi sikolynak, mivel sokak szerint en sikítását lehetett hallani, amikor még a pandóriai fogságban volt, de miután sikeresen kiszabadítottuk, a hang ugyanúgy megmaradt Mistfall területén, tehát ezt az indokot ki lehet zárni. Voltak olyan magyarázatok is, hogy Mistfallon annak idején egy tószörnyetek tanyázott, ezt szintén a Starstable magazinjában lehetett olvasni, de ezt sem tartom valószínűleg, mivel egy szörnynek alig ha lehet ilyen vékony hangja. A harmadik és talán legreálisabb indoka ennek az egésznek pedig nem más, mint egy különleges állat, amit mi nem látunk, de hallunk, gondolok itt például egy szarvasra, mert a bőgésük kísértetése hasonlít a Mistfalli sikolyra. Ez ugyan nem magyarázza meg, hogy biztosan ez az, de nagyon sokan próbálták már kitalálni. Háromféle sikítás játszhat le a játék, az első kettőben tényleg egy emberi sikolyt lehet benne felfedezni, viszont a harmadik audióban már inkább lehet érzékelni azt a bizonyos bőgés hangot. Második, a lezuhant UFO. Talán nem mondok ezzel újat, mivel a lezuhant UFO mindenki számára egy easter egg féle a játékban, de hogy a Mistfalli sikoly is, ez is rejtély marad, hogy mégis mit kereshet egy UFO a Jorvik területén? A lezuhant UFO-t nagyon sokan garnokkal párosítják és ezzel indokolják érkezését is, ami nem teljesen tartok igaznak, mert aki játszott is a Starshine Legacy harmadik részével, azaz a Pandoria legendájával, azt tudhatja, hogy garnok ugyan egy UFO-szerű űrhajóba kényszerítették, de a történet szerint a tengerbe süllyedt el és esett fogságba is. Ezért is létezik például a Dark Orb fúró torony vagy maga a vállalat. De akkor mit keres egy UFO a hegy tetején? Létezik egy olyan magyarázat, hogy a léleklovasok megsegítésére jött Fripp, aki szintén nem földi lény, valószínűleg tartom, hogy ő szenvedhetett itt balesetet. Ha meg is nézzük a jeleket, a hajó belsejében lehet látni, hogy Fripp kék színű bundájához hasonlít. Bár ez szintén nem hivatalos, de elképzelhetőbb. Ez a lezuhant UFO nagyon is rejte van az északi hegység mélyében, legközelebb úgy tudjuk megközelíteni, ha elindulunk a Bárónő versenypályától nyugatra, és megtaláljuk azt a kis ösvényt, ami felvezet minket oda. A lezuhant UFO egy felfedezésre váró terület, ezért is érhető el mindenki számára. Ám ha figyelmesek leszünk és hangot is bekapcsolva hagyjuk, majd úgy megyünk fel az UFO-hoz, meghalljuk a Starshine Legacy szintén egyik ismert hangeffektjét, ezzel is sugalva, hogy itt bizony valami történhetett, nem véletlen a tárgy a játékban.
Első, a rejtett dinoszaurusz völgy. Ha ide el akarunk jutni, érdemes egy olyan lovat hozni, ami hidegtűrő, mert a rejtett dinoszaurusz völgy legmélyebb pontjára kell mennünk. Eleve a völgy egy külön zárt kis világ Jorviktól, szinte egyetlen hely, ahol öröktér és örökfagy van, eleve a bejutás is elég nehéz, ha nem gyors utazunk. Ahogy a nevében is benne van, dinoszaurusz valamilyen szinten kapcsolódik a kalterekhez, akik tovább vonultak a lezárt terület felé és elvitték tőlünk a régi fjordokat, de ez még egyelőre kérdéses, hogy miért is kapcsolódik hozzájuk. A völgyön belül biztosan ismeritek az Eisenwoodot, ahol az egyetlen erdő található és vezet tovább a lezárt Ashlandhez. Maga az erdő önmagában elég kísérteties, szinte rengeteg örökzöld található. És ha még rá is adjuk a háttérhangot, elég szépen tovább fokozza a hangulatot. Csak gondoljunk bele, mindenhol fa, csupasz bokrok, szürke köd, és mellé ez a hang. És főleg este adja a legjobban, amikor semmi fény nincsen. Ha kell kísérteties erdő, én sok szeretettel ajánlom nektek. Ha már a hangeffektekről beszélünk, vajon ti észrevettétek-e a néha-néha hallható égdörgéseket? Mert ez csak is a völgyben lehet hallani, ami eléggé irreális, mert téli időszakban szinte nem is fordul elő égdörgés. De akkor mégis mi miatt lehet ezt hallani? Van olyan magyarázata, hogy ez nem égdörgés, hanem a jég, ahogy leszakad, azt lehet hallani a távolban. Bár ezt eléggé nem tartom igaznak, mert ha itt örök tél van, miért szakadna le a jég? Ugyan láthatunk egyes helyeken hatalmas jégcsapokat, amik a semmiből törtek le és álltak bele a földbe, vagy ha jobban körültekintünk, olyan jégsziklákat lehet megmászni, ami biztosan nem a hegy része, hanem valahonnan levált maradvány. A harmadik is egyben szerintem legnevetségesebb indok az, hogy itt jégboszorkák tanyáznak, és különleges kísérleteik során robbanásokat lehet hallani. Van is egy lezárt kapu a völgytó egyik sarkánál, talán ezért is van mindig örök tél ezen a részen. Ha neked is van véleményed a felsorolt helyszínekről, vagy neked is van olyan helyszín, ahol szívesebben vagyis ennek megvan az indoka, nyugodtan megírhatod nekem kommentben. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha továbbra is szeretnél hasonló tartalmú videókat látni, azt jelezheted nekem egy like formában, vagy írhatsz is nekem kommentet. Találkozunk legközelebb egy újabb videóban, de addig is, sziasztok!